Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok, itt az E3, ugyebár, és mit nem ad az Isten, elindult a Battle Royale harc. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy most érkezik el a pillanat, amikor Battle Royale-ról igazán eldől, hogy egy népszerű és legnépszerűbb, és hogy melyik játék fogja a trónt dominálni Isten igazából. Jelen pillanatban ugye úgy állunk, hogy Fortnite vs. PlayerUnknown's Battleground, és a PlayerUnknown's Battleground egyelőre lefelé megy a lejtőn, ugyebár sajnos sok-sok-sok csalódást okozott a játékosainak a késői patchekkel, a sok buggal, és úgy onkomb lett az egész játékkal. Tehát kijött a játék, és az egyik legjobb volt valamikor a piacon, aztán a Fortnite felütötte a fejét, és egyszerűen elvitt mindent. Egyszerűen azért, mert egy nagyobb stúdió fejleszti több pénzzel a hátuk mögött, és több erőforrással, és egy tapasztaltabb fejlesztőkkel, és tudják, hogy hogy kell kezelni ezt a bizonyos sikert, és megalkottak egy igazi egyedi játékot ebből a szempontból, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a Fortnite egy jó darabig arról a bizonyos trónról nem fog lemenni. Na de, mi van itt nekünk? Call of Duty bejelentette, hogy lesz Battle Royale-ja. A Battlefield 5-nek lesz Battle Royale módja. Hát mind a kettő, a kód és a Battlefield is egy olyan grafikus motorral rendelkezik, ami, hogy is mondjam, egyszerűen tökéletes egy Battle Royale mód megalkotására. A fegyvermechanizmus, a mozgásmechanizmus, a fedezékrendszer, a pályaszerkezetrendszer, minden, mind a két motornál egyszerűen klappol arra, hogy egy tökéletes Battle Royale játékot hozzanak össze, és ezen belül is úgy gondolom, hogy a Call of Duty-nak a motorja az egy fokkal jobb, mint a Battlefield-é, viszont a Battlefield-é, hogy is mondjam, kompetitívebb tud lenni, kevésbé casual, mint a Call of Duty. Szóval úgy gondolom, hogy tényleg a Battlefield és a Call of Duty teljes potenciával rendelkezhet afelől, hogy elvigye a játékosoknak, a játékosokat mondjuk teljes összegében a Battle Royale, a PUBG-tól, és valamennyit a Fortnite-tól, mert ugye a Fortnite ingyenes, és az azért nagyot nyom az alatba, de hogy ennek a két játéknak a csatája dönti el a Battle Royale játékmódoknak a jövőjét. Ha ez a két játék nyélbeüti a Battle Royale-t, mint olyat, akkor egy nagyon, végre kaphatunk egy igényes játékot. Mire gondolok itt? Tehát ilyen wishlist a Battle Royale-ról. Nem vagyok nagy fanja a Battle Royale-nak, de figyelem a játékot, megvan a PUBG, kipróbáltam, jó volt, de nagyon-nagyon zavarnak az apró mechanizmusok, az, hogy gagyi a játék. Na, most erre mit mondjak? Tele van bugokkal, hitmark rendszerek kalapszar, 17 herces szervereken fut a PUBG. Ne nevettessünk, tehát egy kompetitív játékot akarnak csinálni 17 herces szerverekre, ráadásul úgy, hogy nem régiben vezették be, ha jól tudom, az európai és ázsiai szervereket külön, mert eddig mindenki egy nagy ilyen maszlakban játszott, és az európai ázsiaival tudott együtt játszani olyan pingel, hogy így ketté szakadt a füled. Minden fejlesztésnél valamit javítottak, de valamit rosszabbá tettek. Szóval kívánságlista, kedves Cold és kedves Dice, illetve kedves Treyarch és kedves Dice, mondjuk így. Persze aztán engem aztán biztos meghallanak, 10 000 feliratkozó Magyarországról magyarul készít a hülye gyereke videót. De minden esetre, ha összehozzák a stabil FPS számot minden pálya méreten, a bugmentes játékot minden pályára, a
tökéletes hitmarkot, minimum 60 Hz-es szervereket, amiről tudjuk, hogy a Battlefield már üzemeltet, és a COD is üzemeltet. Szóval 60 Hz-es szerverek, 100 fős játék, 50 fős játék, ebből a szempontból nekem mindegy, amennyiben a pályaméret megfelelő lesz. A pályamérettel a Battlefieldnek nincsen gondja, azt tudjuk nagyon jól. A Call of Duty-nak képesek létrehozni nagy pályákat, de nem biztos, hogy meg tudják oldani a szerverek összhangjával. Szóval játszottam már olyan nagyobb Call of Duty modolt pályákon, ahol ilyen 50 fő játszott, és ez COD 4-ben történt meg, a 10 Hz-es szervereken, és úgy elbírta a dolog, szóval nem volt rossz. Szóval megeshet, hogy ilyen apróságok lesznek. Továbbá, ha Battle Royale módra leszűkítve a módot, a lootolási rendszert, hogyha leegyszerűsítik, és ha nem úgy lesz megoldva a lootolási rendszer, hogy rá kell nézni az itemekre, hogy fel tud venni, hanem mondjuk csak elsétálsz mellette, több fegyvert tudsz eltárolni mondjuk, mint a Fortnite-ban, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó opció lenne. Szóval ne az legyen, hogy a taktika ne az legyen benne, hogy gyűjtögetned kell, és arra kell fókuszálnod, hogy egérre pontosan ráirányítsa arra az itemre, hogy azt vedd föl, hanem egyszerűen egy gyors mechanizmuson legyen, hogy a csatát ne megakadályozza, ne azzal kellene kilóg, hogy a földet nézed, miközben valaki közelít felőt, hanem egy gyors lőszerfelvétel legyen, egy gyors mechanizmus legyen, szóval és hogy a csatára fókuszál igazán, és a megtervezendő taktikádra, ne pedig arra, hogy el fogja-e találni, nem fogja eltalálni a dolgokat. Legyen egy nagyon jó hit indicator, tehát egy ilyen találat jelző, hogy honnan lőnek feléd, vagy hogyha egy sniperes néz rád, akkor egy pillanatra legalább legyen egy ilyen kis árukodója, hogy a napfény visszaveri a snipernek a tükröződését, szóval ne feltétlenül legyen minden one hit kill, és ilyen apró dolgok, ami a kütyüket illeti, ne legyen túl sok belőlük, mert ugye a kódban terveznek bizony fajta kütyüket, de ezt majd meglátjuk, kiderül. A közlekedés, én speciál, ez egy személyes vágy, ne arról szóljon, hogy kifogy a benzinem, vagy nem fogy ki a benzinem, szóval lehessen elmenni a kocsikkal addig, ameddig jól esik tulajdonképpen. Legyen benne esetleg egy objektív, amiért játszani kell. Erre egy nagyon jó példa a Crytek-nek a Battle Royale játék, ahol mondjuk ilyen szörnyek vannak, ugye, akikkel még meg lehet küzdeni úton, útfélen. Szóval egy-két ilyen apróság, amit én szívesen látnék egy Battle Royale játékban, és azt hiszem, hogy ez egy minimum elvárhatóság arra, hogy mondjuk egy olyan játékosként, mint én, aki nem ma kezdte a shooter világban, és ez egy ilyen minimum dolog, ami egy igényes játékhoz vezet, amire a Battlefieldnek és a COD-nak tökéletes potenciálja van, és hogy is mondjam, ott a háttérből mind a két cég a háttérből figyelte szerintem, és elemezte a PUBG, illetve a Fortnite-nak a modelljét, és a Battle Royale modelljét, és minden lehetőségük megvan arra, hogy ezt kifinomítsák, és tökéletesítsék, és hogy őszinte legyek, azt hiszem, hogy a COD-nak erre több potenciálja van, és több, hogy is mondjam, igénye van, tehát a COD-nak a mentő öve lehet a Battle Royale mód játék, úgyhogy nagyon el kell találják. És hogyha eltalálják, akkor a COD-nak egy új felvirágzása lehetséges, és az e-sportokban egy új irányvonalat mutathat ezzel. Szóval reméljük, nem csak egy kísérleti stádiumra akarják, hanem valami stabil, igazán jóra. Kiderül majd, hogy merre lesz ez az irány. Srácok, ja, meg ugye egy apróság így a végére, ugye ráadásul a Battle Royale-nak meg lehet az a luxusa, hogy nem kell kötött legyen modern érához, hanem beoszadnak másik világháborús, első világháborús,
fegyvereket mixelhetnek össze, modern fegyverekkel mixelhetnek össze, jövőbeli fantázia fegyverekkel mixelhetnek össze, járműveket ugyanígy, jövőbeli, múltbéli, bármi, szóval az opciók lehetett, az opció számtalanok lehetnek, jetpackek, ugrabugrálás, hogyha úgy adódik, bármi, bármit belerakhatnak, nem kell kötöttek legyenek sztorihoz, semmihez, szóval sok-sok-sok opció lehet itt. Mindenképpen egy nagy lehetőség mind a két cégnek, hogy a jövőjét eldöntse ennek a játékfajtának, mint a, mi úgy a Battle Royale-nak. Srácok, ennyi lett volna. Nagyon-nagyon kíváncsiak a véleményetekre. Nektek mi az az alap Battle Royale játék? Mik azok a minimumok, amiket ti látnátok egy Battle Royale játéknál? Srácok, ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet. Tetszett a videó, dobj egy lájkot. Kommenteket kérek szépen oda lent a komment szekcióban. Kérdéseket itt is, vagy Facebookon várom, Discord szerverünk videó leírásában lehet csatlakozni halál nyugodtan. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!